I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norba vagyok, és jöttünk az F1 2018-ban, és most folytatjuk a karrierünket az orosz nagy díjjal. Hát ugye az előző verseny az nem sikerült jól, ott nulláztunk a csapat hibájából. De hát itt jó lenne minél előrébb végezni. Na, végre csak ki tudom nyugni. De hát meglátjuk, hogy alakul. Na, és akkor kezdjük is az első szabad edzést. Hoppá, és már esik az eső. Ők az esély az már nekünk kedvezhet, hogy jobbak vagyunk. Okay then, we've fitted some new parts for this session. Hopefully they'll help you squeeze a bit more pace from the car. Program. Na és már intermediate jövünk, pedig az előbb úgy jelezte, hogy full esesei gumi kell majd. De akkor nem. Hát eddig nem rossz. De ez általában mindig szokott sikerülni. És az meg is van.
Nézzük, hogy milyen lesz a többi szabad edzés. A kettő, vagy a másik a szár, az lesz. És a harmadik is. Hát akkor itt most megpróbáljuk az elszest. Mert ilyenkor esős körülmények között talán összejött az elszes. The heavy rain will pass in about 5 minutes. We'll then... Hát pedig nem úgy néz ki, hogy összejön ez. Most elég szépen megy lefelé az idő. Ad nekünk csak jó. You need to find. Hát ez nem jött össze. Még megpróbáljuk itt esélyben a üzemanyag spórolósat is. Vagy ennél mi lesz a helyzet, erre kíváncsi leszek. Hogy nagyon felmentett az ide, hogy rámentem a rázókőre.
Majd talán vissza tudjuk hozni. Hát akkor mehetünk is a második szabad edzésre. Nézzük, hogy van annyi pont, hogy meg tudjuk csinálni a elrontott fejlesztést, és van szerencsére. Akkor a motorerhez nagyon is kell, mert a Red Bull meg a Ferrari egy kicsit elhúzott. Szóval az kelleni fog. Hát akkor most jelent meg az időmérős kört. Nagyon rátettem a rázókőre. Hát szerintem picit kerülni kéne. Hát ez sem lesz jó. És van majdnem egy másodperc a hátrány. Itt lesz is annyi. Mehetünk is tovább. És a 8. helyen végeztem, még így is. És akkor jött a 3. egyben utolsó szabad edzés.
És itt már a gumikivel is maradt. Jól lenne legalább, ha ez sikerülne. Már de egész jó az idő. Na, ez talán összejött. Program complete and a job well done. Pár plusz pont azért így összejött legalább. És akkor jött az időmérő edzés. Na, akkor kezdjünk is el egy kört. Majdnem furcsalottam, hogy mondom, miért száraz az idő, de hát utamon fog esni, nem az időmérő. Remélem azért egy Q3 az összejön.
az nem sokára kiderül. Már én nem tűnik olyan rossz körnek. Sikert, azon nem is voltam messze. Szerintem ez tuti bejutás lesz. De mindjárt megtudjuk. Hoppáré. Még épp, hogy bejutottam. Az nem semmi. Azt hittem, hogy sima bejutás lesz pedig. Hát akkor itt jobban kell majd figyelni, mivel épp hogy bejutottam az előbb is. Pedig az elején nem tűnt olyan rossz körnek. De hát ide már kevés lesz. Hát ez nem volt jó kör. Our best lap so far is a 1:32.9.
Na akkor van ezünk egy másik kört. Na, mi megyünk egy utolsót. We've only got two laps of fuel left. Hát ezt egy szépen elrontottam. Hát ebből sem lesz javítás, azt tuti. Don't get into 10th or higher. Na, egy helyet előre jöttünk, de itt kiestünk. És valószínűleg visszaestünk ugyanarra helyre, ahol voltunk. És nem. Ericssont akkor megvertük legalább. Épp vagy, de megvertük. Na, akkor mehetünk is a versenyre.
Russian Grand Prix. We're just a stone's throw from the Georgian border here at Sochi as we get ready to begin the race that served up an absolute cracker back in 2015. A last lap collision between Kimi Raikkonen and Valtteri Bottas sparked controversy in that race, so let's hope the racing is just as tight today. It's a 3.6 mile lap here at a rain-soaked Sochi Autodrome, where I wouldn't be at all surprised to see a safety car at some point during today's Grand Prix. 18 corners here, 12 to the right and 6 to the left, and turn 3 is a long double apex left that's virtually flat out in the dry. But we probably won't be seeing any of that today. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about King. No grip penalties, no mitigating circumstances, just a poor qualifying performance and a very disappointing start position for them today. It's not a nice feeling, I promise you. They've got a quick car underneath them, but they've got onto the grid today and they need a pair of binoculars to see the start lights. They'll be desperate for a good start to make up for some of that deficit. We're almost ready to go. Akkor nézzük se rajtrácsot. Hamilton a pole-ban. Edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Bottas, Kimi Raikkonen, and Sainz, Grosjean, Ricciardo, Sirotkin, and Charles Leclerc. Lance Stroll, and Hartley, Van Dorn. Na, jó pára jött, feljöttem. Büntettek egy pár valakit. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ten minutes left of this rain, then we think it's going to dry up. 10 minutes. Na hát akkor meg kell várnom, még a többiek felérnek. Na, akkor nézzük a rajtot.
Már tehát jó pár helyet előre jöttem. Képes ám húzni. Egyenlőre jó vagyunk a sőben. Sergio is in the pits. Hát Perezzel valami történt, mert egyből a boxba kellett, hogy menjen. Hát egyelőre Fetteltől nem nagyon gyorsabbak. Ott ez az elég lassú.
The gap to the car ahead is 2.8 seconds. Na és három lett a DRS-ünk. De hát mondjuk az nem is kell ilyenkor. Hát ugye el kéne még kb. Az eső végéig. És akkor talán meg is nyerhetjük ezt a versenyt. The difference is 40.7 seconds. They're on fresh inters. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 49.8. Looks like the weather is going to dry up in about 5 minutes. Inters seem like the fastest tire for now. Damn, look at Petson, we're out of the shoe. To the car in front is 4.4 seconds. The gap to the car behind is 4.0 seconds. Hát Vettel már elég messze vannak. We're leading our teammate by 40.1 seconds. They're on fresh inters. The time last lap was a 1:49.7. Bottas is behind you. The gap behind us is 4.0 seconds. Their tyres are 4 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 50.8. Bottas a sokkal lassabb, még tőlem is. It's not a perfect situation, but I don't think we have cause to move on to a different tyre yet. We think this rain should stop sometime in the next few laps.
The dry line will come in quickly, so don't waste any time getting back up to speed. Inters look like the best tire for now. Azt mondja, hogy a mérnök, hogy az Inter a legjobb erre a körülményekre. És Vettel kezdi utolérni Hamiltont. Okay, gap ahead is 5.2 seconds. The difference is 39.1 seconds. They're on fresh inters. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:49.6. As things stand, we'll be second in the championship. Mi visszajönnénk a második helyre a bajnokságban, ha itt végeznénk. És mintha ellát volna az eső, mert akkor csak fel kell száradni a pályának. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. The gap to the leader is 8.3 seconds. Okay, the gap behind is 6.4 seconds. Az jó sok helyennek bottas mögött. Gap to current front is 6.3 seconds. Van vagy 6 hét autó. Check your MFD for a new strategy option. Got that confirmed? Na, hát nagyon jól most spórolunk az üzemanyaggal is. Hát ez már lassan száraz pályás
vakuum, mire lesz alkalmas. Confirmed. Confirmed. We'll receive you at the end of this lap. A következő körben jövök is a boxba. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Understood. Stopping this lap. Gap to teammate behind is 41.1 seconds. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. We're not certain which is the best tire right now. Dries or inters. A new strategy is available on the MFD. Our gap behind is 8.7 seconds. Oh, nem fog felrakni útra lágyat. Vagy csak egyszer akarok kiállni. Okay, we can take you this lap. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Go, go, go! That was our last stop. No more scheduled pit stops. Vettel is ahead of you. The gap to the car ahead is 7.8 seconds. They're on fresh ultra softs. Has just taken the lead. Hamilton vezet. Akkor szépen megelőzte Ricardót.
Hát Vettelé még távolabb kerültek. Bottas behind. The gap to the car behind is 6.4 seconds. They're on fresh ultra softs. Their tyres are 2 laps old. The time last lap was a 1:40.6. Na és Bottas az jönni fog vissza. Sokkal gyorsabb volt ebben a körben. Pontosabban az előzőben. The distance to the leader is 15.6 seconds. Hát lehet hülyeséget csináltam, hogy a lágyat rakottam föl. De majd kiderül. És már 3 másodperc van csak Verstappen. The battery is low on energy. Reduce ERS deployment.
to the car in front is 18.1 seconds. Ezt a pedig utol fognak érni egy pár körön belül, szerintem a következőben. We're leading our teammate by 26.6 seconds. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. Marvelous. Mind a két helyről. Szerintem ezzel oda is a dobó. Na és itt már a DRS sem tudom nyitni.
Hát a dobogóhoz csak úgy, úgy szerezhetjük vissza, hogyha Verstappen kiesik, vagy valaki előlünk. Amúgy nincs esélyünk. Okay, gap ahead is 3.8 seconds. Gap to teammate behind is 17.7 seconds. Hát egyelőre jól védekezünk. Valahogy úgy érzem, hogy a Red Bull az erősebb szerintem, mint a Ferrari, mert könnyebben átment rajtam. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Hú, elég kevés eszem van. Legalább annyi kellene, hogy az egyenesi kibírja.
Na ez most jó, olyan, hogy támadja Mercedes Räikkönent. És Räikkönen nem visszatámad, akkor itt tudunk spórolni most. Gap to car in front is 8.6 seconds. Verstappen már eléggé elhúzott. There's 5 laps of fuel remaining. És Bottas ismét átugolt a Räikkönent. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Addig jön még, ők ott el voltak mögöttem, feltetettem az ERS-t. Bottas az nagyon jön. There's 3 laps of fuel remaining.
És az egyetemben látszik, hogy a Mercedes az lassabb, mint a Ferrari. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Hát egyelőre nem tudnak mit csinálni. Hát szerintem már ez a negyedik hely ez meg lesz. Ezt meg ki tudjuk védekezni az egy kört. We have two laps of fuel remaining. És akkor jön az utolsó kör. Final lap of the race. Hamilton's out in front. As things stand, we'll be third in the championship. Akkor ez szerint Perez pont százalja van, mert így maradnék a helyemen a bajnokságban. És megvan a negyedik hely. Okay, pick up rubber and bring it home. A great win then for the Mercedes team today. Tell me, Ant, what
key to this success. I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware. Akkor nem jött annyit, Vettel is Verstappen előtt. Akkor ez nem szerzett pontot a végén, akkor nem tudom, hogy a harmadik helyen maradok. És Ricardo sem szerzett pontot. Ja, úgy maradtam a harmadik helyen, hogy visszacsúsztam a negyedik helyre. Akkor amiatt. 21 pontra van Ricardo, tehát mi megnyerhetjük a bajnokságot. Itt megtartjuk az első helyet szépen. Amazing performance out there. You must be really happy. You gained a lot of positions during the race, didn't you? How did your team respond to the poor conditions today? Have you learned a lot from your battle with your rival? It was more like dodgems than Formula One today, wasn't it? Great! Well, that's everything. Na nézzük, mennyi pontunk lesz. Hát kaptunk egy kevéske pontot. Well, let's hope for a better race next time out, eh? It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. Nézzük, hogy így jó-e, és nem. We need to make some compromises. És akkor nézzük a fejlesztést. Hát itt vagyunk lemaradva elég szépen. Na, ez kérdés, sikerült mind a két fejlesztés. És elsőre nem lesz. Hát motort jelent, ott vagyunk a legjobbak között. Ahogy aeróban is.
karosszériában vagyunk lemaradva egy picit. És a Renault átugrott a Mercedes-t erőben. Hát ennyit volna már ez az előadás. Ha tetszett, akkor lájkod, iratkozz fel, vagy kövess be itt Twitch-en. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!